Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Sorba János vagyok, a Győri Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, és nagy szeretettel köszöntöm azokat a testvéreinket, akik ezen a mai napon eljöttek hozzánk, ide a Győri Evangélikus Egyházközség új templomából, ugye a nevezni szoktuk a Nádorvárosi templomba, azért, hogy meghallgassák a Győri Pedagógus Kórusnak az évadzáró koncertjét. Engedjék meg, hogy az elején ismertessem a programunkat. Az első részben egy rövid állítatot hallgathatunk majd meg, utána pedig következni fog a kórusnak a műsora. Szeretettel köszöntöm a kórus tagokat, valamint Katona Tibor karnagyurat, a kórus vezetőjét, valamint Puskás Pétert, aki ugyancsak részt vesz a kórus vezetésében, valamint Olán Margit testvérünket, aki zongorán működik közre a kórus művekben. Köszöntöm Horváth Ferenc urat, aki pedig a műsort fogja vezetni. Az állítatra készülve az evangélikus énekeskönyvünk 70-es számú énekét énekeljük el.
fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas Isten, szereteted élted bennünket, mert türelmes vagy az idők végéig. Felelsz azoknak, akik kérdeznek felőled, és utat mutatsz a hétköznapokban. Te adsz erőt, hogy problémáinkat hordozzuk, megnyitott szemünket embertársaink nyomorúságára. Te adod a reménységet és a jövőt. Te mutatod meg, merre visz az út. Imádkozunk hozzád, mert csak segítségeddel lehet az emberek között békességet szerezni. A te segítségeddel válhatnak valóra az ember várakozásai. Adunk, hogy imádságunk a jó cselekvéséhez vezessen bennünket. Amen. A 103. Zsoltárnak a második versét olvasom májunk elején, amelyik itt hangzik. Áldott lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Kedves vendégeink, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban jó dolog élni. Mert tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül ebben az életben. Hogy vannak társaink, vannak barátaink, vannak, akikre támaszkodhatunk, akikhez odafordulhatunk, akiket megszólíthatunk. Jó dolog, hogy tudjuk, vannak olyan emberek a közelünkben, akikkel meg tudjuk osztani a problémáinkat. Fel tudjuk tenni a kérdéseinket, hogy nem egyedül kell élni életünket, mint nagyon sok embernek ezen a világon, hanem egy közösséghez tartozunk. Együtt lehetünk, még akkor is, hogyha sokszor talán nem olyan könnyű, és nem olyan egyszerű megélni az emberi közösséget, mert kisebb-nagyobb problémák adódhatnak közöttünk, és sokszor ezek éket vernek közénk. De mégse kell a magán nyomasztó, az életet megkeserítő rideg valóságával élni a hétköznapokat. Nem kell megtanulnunk ezzel együtt élni, mert nem vagyunk rá kényszerítve. Nem az Isten megajándékoz bennünket embertársakkal, és mi magunk is az Isten ajándékai lehetünk a másik ember számára. Jó dolog élni. Jó dolog élni, mert szabadság tudatában feküdhetünk le este, és a szabadság tudatában ébredhetünk fel reggel. Egy szabad és új napra. Megtervezhetjük az életünket. Alakíthatjuk a programjainkat. Még olykor-olykor közben is jön valami, akkor is azért mégis van lehetőségünk valamennyire irányítani a dolgokat. Nem vagyunk kiszolgáltatva másoknak, nincs megkötve a kezünk, nincs rabláncon a lábunk. Szabadon járhatunk, kelhetünk, szabadok vagyunk. Nem börtönökben lakunk, nem cellákban kell letölteni az életünket, hanem van otthonunk. Van hova haza menni. A reggeli felkelő nap sugarát nem rácsokon keresztül nézhetjük, hanem szabadon süthet be szobánk ablakain. És ez a szabadság. Ez a szabadság is az Isten ajándéka. Jó dolog élni. Átélhetjük és megtapasztalhatjuk ezt az érzést, amikor szembesülünk a teremtett világ csodálatos fényével, csodálatos voltával. Amikor még nem is olyan régen a tavaszi újjáéledő természetet láthattuk magunk előtt. Vagy emlékezhetünk akár még arra is, amikor egy őszi erdő színbombás világában sétáltunk talán, és láttuk a csodálatos fogkoronát, az ezer és ezer arcú színbe öltözött fákat. Jó dolog élni, amikor a szemünk előtt nő fel egy kis virág, egy növény, amit talán mi ültettünk, és amiről mi gondoskodunk, neveljük, védjük, oltalmazunk. Békességgel tölt el egy nyugodt tavaszi vagy őszi séta természet csendjében, ami csak a madarak csicseregése tör meg oly sokszor. Jó dolog élni, amikor az ember megtapasztalhatja a természet szépségét, amely megmutat a mi
szépséggel áraszt el. Mert a körülöttük lévő virág is, világ is, az Isten ajándéka a számunkra. Jó dolog élni, amikor boldogok vagyunk, amikor harmóniában élünk, amikor elérjük a céljainkat, és ez boldogsággal tölt el. Amikor egy vállalatlan, kellemes meglepetés éri utol az ember, és örömünket legszívesebben megosztanánk az egész világgal, bele kiabálnánk az egész világgal a boldogságunkat. Amikor az Isten ajándékai boldogsággal töltenek el, és úgy érezzük, hogy mi boldogságunk örök és elmúlhatatlan. Amikor azt éljük meg, hogy még a kisebb kellemetlenségek sem tudják elvenni az ember kedvét a boldogságtól, még ezek sem tudják letörölni a mosolyt, a boldog mosolyt az emberi arcról. Amikor az előttünk álló feladatoknak örömmel, tetterővel tudunk neki kezdeni, mert a boldogság is az Isten ajándék. Annyi minden örömöt, annyi minden boldogságot kapunk életünk során Istentől. Annyi áldásban van részünk, amely tovább segít bennünket a nehéz pillanatokon, erőt adnak a számunkra. És bár talán természetesnek tűnik, hogy az ajándékot meg kell köszönni, legalábbis a gyermekeinek általában ezt szoktuk tanítani, de mégis fontos szerepe van ennek a dávidi vallomásnak az életünkben, amit most hallhatunk. Dávid tisztában van az emberi szív tulajdonságával, és tudja nagyon jól, hogy az ember szíve mennyire hajlamos a hálátlanságra, a csalárdságra, a feledékenységre, Isten és ember iránt ugyanúgy egyaránt. Gondoljuk csak a 10 leprás történetére, ahol mind a 10-en ki tudták mondani, hogy Uram, könyörülj rajtunk. Mert érezték, hogy ez az egyetlen, ez az utolsó esély az életünkben. Most mindent meg kell ragadni, most mindent bele kell adni. És meg is tették. De megköszönni már csak egy tért vissza a 10 közül. Így most a nyár elején a járvány visszaszorultával, a háború árnyékában élve és visszatekintésre ösztönöz bennünket ez a Zsoltár. Arra ösztönöz, hogy visszatekintsünk eddigi életünkre. Minden nehézségünk, minden megpróbáltatásunk között meglássuk azokat a dolgokat, azokat az ajándékokat, amiért hálaadás ébredhet a szívünkben. Az Isten kegyelmét, az Isten irántunk való gondviselését, amiben részünk lehetett. Hogy meglássuk azokat az ajándékokat, amelyel az Isten elhalmoz bennünket újra és újra, nap mint nap. Mert adott erőt, mert adott kitartást, mert adott elődöket, akik sok mindent megőriztek a számunkra, és feladatul hagytak, hogy nekünk is át kell adnunk az utánunk következőnek. Mert átsegített a történelmileg nehéz időszakokon, és segít ugyanúgy most is. Közösségbe hívott magával, egymással, és teszi ezt vasárnapról vasárnapra, teszi ezt ünnepnapról ünnepnapra, és teszi ezt hétköznapról hétköznapra. Ugyanúgy most is, amikor testvérként együtt lehetünk itt a Győri Evangélikus Egyházközség újvárosi templomába, új templomába hallva gyönyörű kórus éneket, igen, rengeteg ajándékot kaptunk, és kapunk az Úristentől. És bár talán sokszor ezek gondot és feladatot jelentenek a számunkra, mégis az embernek túl kell látni ezeken. És rá kell döbbennünk, hogy ezek mind az Isten irántunk való szeretetének a jele. Meg kell látni bennünk a jót. Meg kell látni bennünk az Isten irántunk való gondoskodását, gondviselését. És hálát kell adnunk érni. Mert a hálaadás ugyanúgy fontos, még talán fontosabb, mint a kérés az életünkben. Mert kérni az ember bizony nagyon könnyen tud. De hálát adni nagyon sokszor elfelel. Nem szabad elfelejtenünk hálát adni Isten ajándékaiért, mert a hálaadás emlékezve áldássá válik a számunkra is.
hogy Isten jó téteményei maradandó öröm forrásává lehessenek az életünkben. De ehhez emlékeznünk kell, ehhez vissza kell tekintenünk, mert aki felelőtlenül csak úgy hálátlanul megy el az Isten ajándékai mellett, nem ismeri fel az életének egy-egy helyzetében, szituációban az Isten neki készített ajándékait, az nem nyerheti el az Isten áldásait sem. Hálaadással és felelősséggel kell élnünk ezekkel az ajándékokkal. Mert hogy a felelősséggel tudunk élni velük, az mutatja meg, hogy valóban fontosnak tartjuk a mindenható Isten, és valóban fontosnak tartjuk az ő áldásait az életünk. Mondjuk hát együtt, biztassuk hát együtt magunkat Dáviddal, hogy ne feledékenységünk, és ne csupán a panaszaink jussanak el mindig az Isten színe elé, hanem együtt tudjuk mondani vele, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, a te szereteted és gondviselésed legtöbbször abban mutatkozik meg, hogy egymással bízol bennünket. A te szereteted közösségében tanulhatjuk meg akaratodat megélni, fele barátainkkal törődni, testvéreinkkel együtt figyelni rád és egymásra. Így köszönjük meg most ezt a találkozást is, ezt az estét veled és egymással. A te kegyelmed és szereteted tartson össze bennünket, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket a világban. Hála neked kimondhatatlan jóságodért, és kérünk, hallgass meg minket, amikor fiat tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunk.